életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti Portré. Üdvözlöm a Heti Portré nézőit! A mai adásban Friedmanszky Zoltánnal, a Ferencváros egykori VVK győztes labdarúgójával beszélgetek. 1934. október 22-én születtél Ormos pusztán, és már gyerekkorodtól kezdve a Ferencvárosban zöld-fehér színekben szerettél volna játszani. Honnan jött ez a vágyódásod? Abba az időben, mikor hetedikes voltam, a Vasas volt vendégjátékon Ormos bányán, mert Ormos puszta volt még akkor, de már jelenleg Ormos bányának nevezik, és ott vitatkoztam a gyerekekkel, hogy én fradista vagyok, és nem a Kubalát meg a Marikot szeretném látni, hanem a Ferencváros nagy játékosait. És tulajdonképpen a kapu mögött rúgdaltam vissza a labdákat, mikor edzésen voltak az első csapat játékosai, aztán múlt az idő, és nagyon hamar bekerültem a nagyok közé, mint általános iskolás, már akkor 8-os voltam, és a vágyam az volt, hogy a Ferencvárosba kerüljek. Egy Csikós Gyula nevezetű úriember, aki a Fradinak kapusa is volt régen, az próbált utána járni tehetséges gyerekek utána, és úgy látszik, én is közői kerültem, és megkerestek az FTC-ből, hogy menjek el hozzájuk játszani. 54 őszén dobogókön voltunk fönn alapozni a Ferencvárossal, Sós Károly edző irányításával, és egy olyan élményben volt részem, ami nem hiszem, hogy sok klubnál van, sőt, nem is tudok olyan klubot, ahol egy új játékos, aki a klubba szeretne szerepelni, azt felavatják. Mit jelent ez a felavatás? Amikor kezdődött a nagy avatás, ott volt még akkor a Kis Péter, a Mészáros Dodó, a Dalnoki, a Dékány doktor, és még a Fenyvesi doktor, akik az egész ceremóniát végrehajtották. Bennünket a második mellettük lévő szobába helyeztek el, és amikor minden már rendben volt, a Kis Péternek a fején egy lepedő, aztán ott ültek végeredményben az asztal mellett, és beszólítottak. A Pribék, az a Gulyás Géza volt. Behívtak, és ilyen talppal a hátamat megrúgták, és én beestem a bizottság elé, és hát mindjárt föl voltak háborodva, hogy megtámadta az elnökséget, megtámadtam. Aztán kimentem, és illedelmesen bejöttem, meghajoltam előttük. És utána kérdeztek mindenféle dolgokat, miért akarok én a Fradiba menni, meg milyen alapon, meg mit akarok én itt csinálni a jövőt illetően. Szóval eléggé kifaggattak, majd utána az elnökség az ítéletet hozott, miután már ott az asztalnál a Dalnoki Jenő, mint a végrehajtásnak a egyik vezetője, már a puha és a kemény ütéseket illetően, ami aztán a végén bekövetkezett, és a Kis Péter Misa volt az elnök, és a pártatlan nyugati sajtó képviselője a Dékány doktor, a Fenyvesi doktor. Egy labor hóba beültetett, hogy bírom a hideget. Összeültek utána a bizottság tagjai, és meghozták az ítéletet, hogy 20 puha, 10 kemény ütéssel, és a Dalnoki irányításával, papapuccsal is, de hát normális módon végrehajtották az ítéletet. Utána pedig
ölelkeztünk a játékosokkal, az idősebb öreg játékosokkal, és befogadtak bennünket. Mosolyogva emlékszel vissza mindenre, pedig azért ez elég kemény történet, amit elmeséltél. Akkor hogy élted ezt meg? A Szabó Lacika például haza akart utazni, hogy ő nem akar az avatáson részt venni, de aztán ő is részt vett, és tulajdonképpen ez az egész szituáció, az egész avatás, szertartás, ez nekünk nagyon különleges volt, és hát ilyenen még nem vettem részt, és azt hiszem, nem is hallottam olyat, hogy valahol ilyen ceremóniával kezdődik egy klubszereplés. Az 1957-58-as magyar bajnoki szezonban játszottál, ugye először, amikor bajnokságot is nyertetek, és 1957-ben még a szezont megelőzően volt egy ausztráliai túrátok, különböző meccseket játszottatok, különböző tartományi válogatottakkal Ausztráliában, ahol te nagyon sikeres voltál, 14 gólt lőttél, hogyha jól emlékszem, az összes meccsen. És hát ugye 2 hónapig tartott ez a kirándulás. Hogy emlékszel erre vissza? Jött az értesítés Csanádi Árpád edzőtől, hogy keretbe kerültem az ausztrál túrával kapcsolatosan, és nagy izgalmak közepette vártuk, hogy megérkezik majd az engedély a csapatban való szereplésre, és utazhatunk a Qantas repülőtársaság gépével Ausztráliába. Ami számomra azért volt nagy élmény, mert életemben nem voltam külföldön, nem ültem repülőn. Volt úgy, hogy 12 órát egyfolytában csak repültünk még. Rómától Karacsiig elértünk, úgyhogy nagy élmény volt nekem, nagyon a pályán is, és a magánéletemben is, szóval olyan, mint kevés embernek adódik meg, azt hiszem, ilyen lehetőség. Főleg abban a korszakban, ugye rendesen megtöntétek az ausztrálok kapuit gólokkal, és hát bejártátok az országot. Ezt hogy élted meg? Tehát akkor, 1957-ben Magyarország, Ausztrália különbségeket? Nagyon meglepődtünk sok minden dolgon. Már akkor nagy volt a különbség, és az ausztrálok nagyon, nagyon jó módban éltek, és olyan vendéglátásban volt részünk, ami ritkaság, és a mérkőzések pedig sikerrel végződtek, pedig Perth-től Sydney, Adelaide, Melbourne, Newcastle, Brisbane, sőt még Tasmániában is lent jártunk. Nagy öröm volt és boldogság is. Azt hiszem a Ferencváros leghosszabb ideig tartó külföldi túráján vehettem részt, mint újonc. Majd visszatértetek Ausztráliából, és elindult a bajnoki szezon, ahol rengetegszer léptél pályára. Gólkirály lettél, és 1958-ban pedig a svédországi világbajnokságon is részt vettél, ahol történt egy sajnálatos sérülés. Igen. Hát ez azért is volt sajnálatos, mert ennek a végén aztán következményei lettek, de nagyon, nagyon boldog voltam, hogy lehetőséget kapok majd, mint gólrekorder a válogatottban való szereplésre, és aklimatizálódni elmentünk Finnországba, és ott éjjel érkeztünk meg, és kimentünk délelőtt, mikor fölkeltünk edzésre oda a füves területen, a szálloda körül, és mintha egy kőbe megdobtak volna, megpattant valami az izomzatom, és egyszerűen képtelen voltak botár doktorik rendbe tenni, mert hiába akartam én is, mert itt volt az első lehetőségem, hogy a válogatottban szerepelhessek esetleg, ami egyáltalán nem biztos, de sajnos ez a sérülés, ez megakadályozott engem. Mennyire határozta meg ez a sérülés a pályafutásodnak a további alakulását? Ebből a sérülésből rendbe jöttem, de az igazság az, hogy nagyon, nagyon labilis voltam egészségileg. Talán ez is indokolta, hogy fiatalon, 29 évesen abba hagytam a labdarúgást, és
szögre akasztottam a futballcipőt, de nem váltam meg az Egyesülettől, mert az Egyesület keretében edzősködtem ifjúsági vonalon is, meg serdülő vonalon is több évet eltöltöttem. Térjünk még egy picit vissza az aktív pályafutásodra. 1964-ben te is részese voltál valamelyest a Ferencváros Vásárvárosok kupája győzelmének. A Wiener SC ellen pályára léptél, és adtál egy nagyon fontos gólpasszt. Hogy emlékszel vissza erre a mérkőzésre? A Mészáros Dodó, aki akkor az edző volt, az kihirdette a csapatot, és mi is mindig az Édos székházból indultunk, onnan busszal mentünk be a stadionba, és én nem is voltam oda kirendelve. És jött az értesítés telefonon, hogy azonnal menjek be, mert bekerültem a keretbe, mert a Varga Zoli, meg azt hiszem a Rákosi Gyuszi nem tudta vállalni a játékot, és a Dodó berendet, és így kerültem be a Wiener SC elleni mérkőzésre, és hogy sikerrel zárult ez a folyamat, annak én kis részese voltam, csak mert mindössze egy gólpasszt adtam, amit a Flóri érvényesített. A Wiener SC ellen volt ez az utolsó mérkőzésem, aztán abba hagytam az aktív játékot. Mellkasi fájdalmaid voltak. Igen, igen. Ez nagyon igen. Megijesztett, ezért hagytad abba? Igen, tüdőembóliám is volt, és tulajdonképpen mérlegeltem, és az egészségem előbbre való volt, úgyhogy azért hagytam én abba. Azzal együtt, hogy nem szakítottam meg a Ferencvárossal egy pillanatra se a kapcsolatot. Miután befejezted az aktív pályafutásodat, edzősködtél nem csak Magyarországon, nem csak a Ferencvárosnál, hanem Kubában és később Kuwaitban is. Edzősködtél és tanítottál. Megtanultál spanyolul? És hogy kommunikáltál Kuwaitban? Életem legszebb 5 éve volt, amit Kubában töltöttem. A megyei válogatottat irányítottam. 6 tartományból áll Kuba, és a Matanzas tartománynak voltam a vezetője. Olyan helyen laktunk, ahová minden kubai vágyakozik egy évben 1 vagy 2 hetet eltölteni. Mi 5 évet töltöttünk el Varadéróban, közvetlenül a tengerparton, téli időszakban akár az Erkélybe is tudtunk ugrani a tenger vizébe. Volt úgy, hogy nem jöttünk haza szabadságra, nem bejártuk a kubai tartományok valamennyiét. Kuwaitban milyen tapasztalataid voltak? És erre a kommunikációra még térjünk vissza, ugye Kubával is és Kuwaittal kapcsolatban is, hogy kommunikáltál? Akkor, mikor a főiskolát elvégeztem, sajnos nem volt még olyan, hogy 2 nyelvből is vizsga kell, legalább középfokú vagy alapfokú vizsga. Én meg nem beszéltem idegen nyelvet egyáltalán. Az első hetek azok elég nehezek voltak, de nagyon szorgalmasan tanultunk. Hát ott miután nem volt magyar környezet, nem volt kivel magyarul beszélni, kénytelenek voltunk elővenni a könyvet és magyarázni és sokat tanulni. Azzal együtt, hogy a gyerekeink sokkal hamarabb megtanulták a spanyolt, mint én, de a végén már egész jó ment a spanyol nyelv, nem úgy, mint az araboknál, mert az arab nyelvet azt csak a lányom tudta megtanulni, úgyhogy középfokon le is vizsgázott, de én speciális helyzetben voltam, mert itt a testnevelés főiskolán az edzőképzésen ott tanult az egyik kuwaiti volt válogatott játékos, és azzal együtt dolgoztam Kuwaitban. Én tartottam végeredményben az edzéseket, ő pedig az edzések, vagy a mérkőzések előtt ő adta meg a taktikai utasításokat a csapatnak. Úgyhogy ott 7 évet töltöttem el, és 3 csapatnál voltam, de mind a 3 alkalommal ez a Szálek Zakaria nevű úr az, akivel együtt dolgoztam. És ott az arab az csak néhány szó, de az angolt azt sokkal többet beszélték ott, mint Kubában, és
félig meddig megtanultam az angol nyelvet is, de lényegesen jobban beszélem a spanyolt. Térjünk oda-vissza, hogy a Ferencváros első csapatánál edzősködtél. Ugye először egy bajnoki második helyet sikerült megszerezni az Újpest mögött, utána pedig hatodikok lettetek a következő szezonban, majd utánpótlás edzőként is elkezdtél tevékenykedni a későbbi időszakban. 2002-ben, amikor te a Ferencváros U13-as csapatának voltál az utánpótlás edzője, akkor Olaszországban egy rangos korosztályos kupát, a Ferrari kupát nyertétek meg a csapattal. Ha jól számolom, ugye 2002-ben, ha azok a focisták, azok a gyerekek 12-13 évesek voltak, akkor most körülbelül 24-25-26 évesek lehetnek. Hányan válogatottak ma ezekből a gyerekekből? Nem tudok felsorolni neveket. Azzal együtt, hogy nagyon szépen szerepeltünk, és minden dicséret megillette, de egy nagyon jó csapat alakult ki. Azzal együtt, hogy ilyen nagy klasszisok nem voltak. Nem voltak velünk, nem kerestük, nem kutattuk azokat a tehetségeket, akiket ide kellett volna irányítani, és hogy nyertünk, az nagy öröm volt. De később ebből a csapatból nagyon kevés játékos lett igazi, aki meghatározó lehet egy NB1-ben. És miért szerinted? Ameddig én a Ferencváros utánpótlás részlegénél dolgoztam, ami engem zavart, hogy a szülők nagyon szeretnének beleszólni a szakmai munkába is. Sőt, az a szülő, aki úgy érezte, hogy a fia nagyon tehetséges, elvitte külföldre, próbajátékra, és elég sok játékos aztán kiment, és egész gyorsan vissza is jöttek. Na most, hogy itt az alapok hiányoztak-e, azt nem tudom, de sajnos igazi tehetségeket, mint például annak volt annak idején egy Koch Robi például, aztán az Ebedli, meg a Pogány Laci. Nem lettek azok, akik esetleg nem akarom azt mondani, hogy úgy, mint a mai fiatalok, hogy akkor leülnek a kompjúter mellé, és akkor ott töltik az időket, ahelyett, hogy kint a grundon futballoznának, és képeznék magukat, rugdalnának. Én például azért rúgtam erőseket, nagyobb lendületi előkészület nélkül is, mert rengeteget rúgtam a labdát. Amit mondtam is, hogy Ormosbányán ott kapu mögött rúgtam, én 20-szorosát rúgtam, mint amit a 16-osnál ott álló játékosok ott rúgdalták a labdát, mert akkor még háló nem volt a kapukon, minden labda jött hátra. Ha gólba ment, vagy ha mellé, vagy fölé ment, és én annyit rúgdaltam, és a falat rúgdaltam a labdával, de nagyon sokat. Hát mondjuk elég. Sokszor kikaptam otthon, mert a cipőm tönkre ment. Akkor igaz, a minőség az olyan is volt, hogy az könnyen szét lehetett rúgni, de miután én nem egy gazdag család gyermeke vagyok, mert édesapám bányász volt, sőt, én is dolgoztam bányába akkor, amikor Kiskunfélegyházáról vagy Esztergomból hazamentem, dolgoztam a bányába, szénen. Úgyhogy tudom, mi a bányász élet, de azért a Ferencváros az nekem annyit jelent, hogy elmentem ugyan máshová is edzősködni, de én csak a Ferencvárosba játszottam. Nem játszottam NB1-es csapatok közül sehol sem, csak a Ferencvárosban. Edzőként csak a Ferencvárosban dolgoztam, hát kivéve azt a 11 évet vagy 12 évet, amit Kuvában, illetve Kuvaitban voltam. Nemrég töltötted be a 80. életévedet.
Igen. Hogy ünnepelted a születésnapodat? Hát az rendkívüli. Az rendkívüli volt. A Nagy Béla alapítvány olyan lehetőséget teremtett, hogy fölköszöntöttek, és olyan hangulat volt tényleg, ami ritkaság. Összetudnám hasonlítani ezzel az avatással, amiben a Fradihoz mentem. Ez meg a másik véglet. De itt is annyira megható, és olyan örömteli volt az, hogy a Géczi Pista, a Kűlajos, a Vépi Péter nyilatkoztak rólam, és olyan sok jót mondtak, hogy hát mondom, hát ezt nem. Nehéz befogadni, hogy ennyire be tudott fogadni engem a csapat és a Ferencváros, ami Ausztráliában kezdődött tulajdonképpen, mert ott elég hamar bekerültem a játékosok közé baráti alapon. És a klub szeretet, a klubhűség alapján. De amit a közeljövőmet illeti, ami már nem sok van hátra, de én örökké Ferencvároshoz tartozom, és a Ferencváros a mindenem, és remélem, hogy azok a nyilatkozatok, amiket itt a játékosok mondtak, azoknak nagy része igaz.